Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióban Rétvári Bencét, az EMMI parlamenti államtitkárát. Kezdj csak, jó estét kívánok. Na most akkor egyeztetnek, vagy nem az Európai Bizottsággal? Idézem önnek az Index egyik cikkét, azt írják, hogy az Európai Bizottság hivatalos közleményben is jelezte, hogy kamuzik a kormány. Kamuznak? Hát ez esetben akkor nem létező megbeszélések, egyeztetések, előzetes egyeztetéseknek a összefoglalóját tartom a kezemben, amelyben mind az Európai Bizottságnak a versenyjogi, versenypolitikai főigazgatósága kifejtette az álláspontját, mind Magyarország részéről a kormányzatnak a képviselői, illetve az állandó képviseletnek a képviselői különböző egyeztetéseken, volt ebben szóbeli, írásbeli, elmondták Magyarország álláspontját. Mi volt a kifogása, vagy mióta egyeztetnek egyáltalán a bizottsággal a babaváró támogatásról? Ugye február 27-én kezdődött ez az egyeztető folyamat, pontosan azért, mert mi is szerettük volna korábbi tapasztalatok alapján is, hogy ez mindenki számára tiszta legyen, a családokat szeretnénk támogatni. Itt egy 10 millió forintos nagyon kedvezményes konstrukcióra van szó, hogyha a két gyerek megszületik, az állam ugye 30%-át átvállalja ennek, hogyha három gyermek megszületik, a teljes összeget átvállalja. Tehát ez a fiataloknak egy nagyon fontos lehetőség, és úgy gondoltuk, hogy semmi probléma ezzel nem lesz, hiszen amikor megnézzük az Európai Uniónak a gyakorlatát, azt láthatjuk, hogy bankokon keresztül, banki számlákon keresztül, névtelen kártyákra, migránsoknak, hát tízezrével adnak ilyen kártyákra hónapról hónapra összegeket, óriási milliárdok röpködnek, hogy mekkora összegeket folyosított így az Európai Unió, amivel semmifajta problémájuk nincsen, és akkor azzal találkoztunk, hogy különböző versenyjogi problémákra hivatkozva ilyen-olyan-amolyan aggályokat vetettek föl ezekben az előzetes egyeztetésekben. Nyilván olyan egyeztetést nem lehet folytatni a hatályba lépés előtt, amit a jog csak hatályba lépés után enged meg, tehát ez természetes, hogy mi itt hatályba lépés előtti előzetes egyeztetéseket folytattunk az Európai Uniónak a versenyjogi részlegével. Tehát ez a kettős mérce furcsa nekünk, vagy hát úgy mondom, hogy már azért egy eléggé hosszú gyakorlatunk van, úgy látom ebben itt Magyarországon, hogy amit a migránsoknak névtelen kártyákon szabad, azt a magyar családoknak egy hasonló rendszerben, hát aggályosnak mondanak az előzetes egyeztetések során. Rögtön beszélünk majd a bizottsággal folytatott vitában, vagy az egyezkedésről is, de csak zárójelben akkor indítanak majd valamiféle helyreigazítást ezekkel a cikkekkel kapcsolatban? Hát kiadtunk egy egyértelmű közleményt ezzel kapcsolatban vasárnap, hogy, ahogy mondtam is, február 27-én kezdődtek az egyeztetések, informális előzetes egyeztetések, az előzetes egyeztetések minden hónapban folytatódtak, tehát február, március, április, már május is volt ilyen kör, és különböző aggályok, érvek merültek fel a túloldalról, hogy szelektív ez az intézkedés, mert azoknak a bankoknak kedvez, akiknek több fiókjuk van, mert azok könnyebben elérik az ügyfeleket, vagy versenyjogi aggályok voltak, hogy miben különbözik egyik bank ajánlata a másiktól, miközben arra próbáltuk fölhívni a figyelmet, hogy ez minden magyar családnak azonos feltételek mellett kínált nagyon kedvezményes babaváró támogatás. Ami nehezen érthető talán, hogy ugye mind a szociális ellátások, mind a családtámogatási rendszer az tagállami hatáskörben tartozik. Tehát miért szükséges egyáltalán az Európai Bizottság jóváhagyása, vagy hogy jön ide a versenyjog ehhez a témához? Mi biztosan szerettünk volna menni, hogy mindenki, aki részt vesz ebben a konstrukcióban, ugye a csokhoz és a csokhitelhez kapcsolódóan a bankokon keresztül akarja az állam ezt a konstrukciót is megvalósítani, hogy mindenki érezze, hogy itt egy biztonságos jogi helyzetről van szó. Ezt is kértük, van itt egy speciális formája, ez is a levelezésben szerepel, egy megerősítő levél, amit ilyenkor ki tud adni egyébként az Unió, vagy ez a versenyjogi igazgatósága a bizottságnak. Erről is szó volt a levelezésben, és mondták, hogy kiadják, hogyha bizonyos feltételeket teljes ezt a megerősítő levelet. Tehát ráadásul, ahogy mondom is, van egy másik magyar konstrukció, ami működik a csokkal, csokhitellel. Ugye összességében már a 100 000 csokos kérelmen is túl vagyunk, tehát szerencsére sokan veszik igénybe. Ez egy működő konstrukció. Ezért gondoltuk, hogy itt sem fog semmilyen kételyt senki felvetni, hiszen, ahogy mondtam, a migránskártyáknál nincs kételj, a babaváró támogatásnál vannak jogi kételyek, a csokhitel működik, itt mégis hasonló konstrukciónál probléma van, és utána olvassuk valóban, amit ön is idézett, az Európai Bizottság szóvivőjének, másoknak közleményét, ott pedig a kettős beszéd furcsa nekünk, hogy egyrésztről az apparátusi szinten, ahol az érdemi, szakmai, tartalmi párbeszéd zajlik, ott különböző aggályokat hallunk az előzetes eljárásban, hogy a bankok keresztül folyosítás így ugyanúgy a versenyszabályokat szerintük lehet, hogy sérti. Másrésztről a bizottság meg azt mondja, hogy nincsenek is ilyen egyeztetések, ez a kettős beszéd viszont már érthetetlen. A közlemény kiadása óta volt az Európai Bizottsággal egyeztetés?
Hát ilyen tartalmi hivatalos egyeztetés nincs, hiszen ezeknek megvolt korábban is a rendje, az ideje, de hát mi szeretnénk ezt a levelet, amiről beszéltem, amelyik mondja, hogy semmifajta jogi probléma nincs, minél hamarabb megkapni. A kormány is ugye a szerdai ülésén tárgyalni fogja ezt a kérdést, hiszen fontos, hogy július 1-től el tudjuk indítani, el szeretnénk indítani mindenképpen, de szeretnénk mindenkinek mindenfajta jogi aggályát is eloszlatni. Ugye kicsit déjà vu érzése van az embernek, mert a migráció negatív hatásáról, és ezt azt mondta a bizottság szóvé, nincsenek is negatív hatások, aztán kiderült, hogy mégiscsak vannak, terrorizmus, közbiztonság. A migránskártyáknál ugyanez volt. Amikor először Magyarország rákérdezett, hogy mennyi migránskártya van, kinek adják, először tagadták, hogy egyáltalán létezne, aztán kiderült, hogy mégis van migránskártya. Aztán most is egy egyeztetési folyamaton így vagyunk, hogy most azt mondják 2 napja, hogy nincsen, de hát itt vannak az emlékeztetők, előbb-utóbb el fogják ismerni, hogy ez az egyeztetés is egy előzetes egyeztetési eljárásban valóban létezett. Ez állt tehát a közleményben, hogy önök egyeztettek, és hogy volt ilyen levélváltás? Konkrét dátumokat is megneveztük a közleményben. Ha nem lesz megerősíti levél, akkor lesz július 1-től babaváró támogatás? Mindenképpen ezt a kormány eltökélt, hogy a családvédelmi akciótervet megvalósítja. Mi nem a migrációra és a migránsokra szeretnénk költeni, hanem a magyar családokra szeretnénk költeni. Mi a magyar családokban hiszünk, és nem a migrációban hiszünk, ezért ezeket az elképzeléseinket mindenképpen meg szeretnénk valósítani. Ugye sok helyen már ismertek is ennek a konstrukciói. Mi úgy gondoljuk, hogyha tényleg a gyermekvállási kedvet 2010 óta sikerült Magyarországon érénkíteni. Ugye 12 helyet javítottunk a gyermekvállási kedvben 2010 óta. 2010-ben az utolsó ország voltunk, most már 12 országot megelőzünk az Európai Unión belül, és ezt a korábbi családtámogatási intézkedéseinknek is köszönhetjük, meg a családbarát szemléletnek, ami a kormányzatunkban van. Szeretnénk ezt továbbvinni, mert ha sikerült 12 helyet javítani, és javítani a magyar gyermekvállási kedvet úgy, hogy egyébként 23%-a javítottuk, úgyhogy az Unióban 2%-a egyébként közben ráadásul csökkent, akkor mi ezen a növekvő úton szeretnénk tovább menni, és úgy gondoljuk, hogy más országoknak is inkább átvenni kéne ezt, semmit a bizottságnak megakadályozni. Ha jól értettem, akkor a csokkal, tehát a hasonló banki hitelkonstrukciókkal kapcsolatban nem volt kifogása ugyanennek a versenyjogi hatóságnak. Ugyanakkor azt írja a Magyar Nemzet, hogyha nincs ez az előzetes jóváhagyás, akkor a bankok számára ez visszatartó tényező lehet, vagy akadályozhatja is a program elindulását mennyiben? Hát mindenképpen nem fogjuk kezdeni indítani. Nyilván bízunk benne, hogy a bankok is látják, hogy ez ugyanaz, mint a csokhitel. A bankokat elbizonytalaníthatja, hogyha mondjuk az Európai Bizottságtól vagy a versenyjogi hatóságtól nincs ilyen állásfoglalás? Ezt a bankok tudják nyilván megmondani, nem mi a konstrukciót kidolgozzuk, a törvényjavaslatokat elfogadtuk, a kormányrendeletek szintén rendelkezésre el fognak állni, mindenképpen el akarjuk indítani ezt a konstrukciót. A bankok tudják majd megmondani az ő álláspontjukat, de ahogy mondtam, és amit ön is idézett, a csok az most már egy évek óta működő, nagyon hasonló konstrukció, amit a bankokon keresztül folyósít az állam, és így sok polgárhoz el tudunk érni, sok családhoz el tudunk érni, tehát ez egy siker, egy közös siker Magyarországon, szeretnénk ezeket a sikereket továbbvinni. Mi baja a babaváró támogatással az Európai Bizottságnak, vagy a versenyjogi hatóságnak, hogyha nem volt problémája a csokkal? Hát ugye szerintem itt két szintet kell nézni. Egyrésztről nyilván van egy hogy úgy mondjam, jövőképbeli gondolkodás, hogy most tényleg az európai családokban hisznek, vagy a migrációban hisznek. És ha a migrációban hisznek, akkor nyilvánvalóan éles szemekkel a jogszabályokat lehet úgy nézni, hogy úgy is értelmezik, hogy ennek technikai akadályai vannak. Én úgy gondolom, hogy először valóban egy ilyen világnézeti különbség van, amely nem a családok támogatását próbálja elősegíteni. Emlékszünk a svéd szociális miniszternek is a mondataira, hogy a 30-as éveket idézi ez a családpolitika Magyarországon, hogy mi a családoknak segítséget adunk, és nem azt a általa modernnek tartott, szerintük veszélyesnek tartott módot követjük, hogy nem a családokat támogatjuk, hanem pótoljuk a családokat kívülről betelepített családokkal. Tehát úgy érti, vagy úgy értelmezi, hogy az Európai Bizottság ez ilyen világnézeti, vagy politikai okoknál fogva támadja, vagy kifogásolja egyes elemeit a babaváró programnak? Hát Magyarországon a kerítéstől kezdve sok minden mást pontosan ilyen alapon támadotta az Európai Bizottság, vagy brüsszeli politikusok. Itt nem tudom megmondani, hogy pontosan azoknak a kormánytisztviselőknek, vagy tisztviselőknek, akik ott dolgoztak, mi volt a motivációjuk. De hogy ezt látjuk folyamatosan az Európai Unió vezetőjében tevékenykedő politikusoktól, hogy a migrációt szeretnék támogatni, és ezért támadják a magyar családpolitikai intézkedéseket, és akár sok mindenbe belekötöttök már itt a sajtószabadságtól kezdve más intézkedésekbe is, és most itt egy
korábban technikailag hasonló csokhitel mintájára létrehozott babaváró támogatásnak, szintén a versenyjogi, illetve ilyen szelektivitási feltételeknek való menne megfelelési aggályok miatt kötnek bele most ebbe a konstrukcióba. Tehát azért az embernek van egyfajta gyanúja, hogy itt igazából nem a jogszabályok értelmezésében való előmenetel fontos nekik, hanem az, hogy Magyarország ne lehessen sikeres abban, hogy a családokat támogatja, és nem a migrációt. Mert azt láthatjuk, hogy ez egy óriási kudarc volt Brüsszelnek, hogy azt mondták, hogy nem lehet megállítani a migrációt, márpedig Magyarország szárazföldön, Olaszország tengeren meg tudta állítani. És itt is azt mondják, ezeket a folyamatokat nem lehet visszafordítani, hogy egyre kevesebb gyerek születik Európában. És van egy Magyarország, ami, ahogy mondtam, 8 év alatt ilyen intézkedésekkel 23%-kal tudta növelni a gyermekvállalási kedvet. Itt egy általuk dogmának és visszafordítatlan folyamatnak, visszafordítatlan mondott trendnél trendfordulót tudunk elérni, és hát ez nyilvánvalóan sérti az ő hiúságukat, hogy lehet, hogy Magyarország bebizonyítja az ellenkezőjét annak, amit ők égenföldön hirdetnek. Egy utolsó, de egészen más téma. Ugye a totalitárius rendszerek megítélésében is van vita Magyarország és Brüsszel között. Ugye míg mondjuk a náci bűnöket, a fasizmus által elkövetett rémtetteket nagyon keményen elítéli és bírálja ugye a nyugat-európai közösség, addig a kommunizmus bűneivel kapcsolatban megengedő, sőt, hát arra is sor került a közelmúltban, hogy Juncker Marx szobrot avatott. Na most a kormány most egy újabb 500 millió forintot szán egy emlékpark, egy emlékhely kialakítására. A hortobágyi kitelepítetteknek állítanának emléket ezzel a látogató központtal. Egészen pontosan miről szól a projekt? Ugye közel 10 000 ember volt, közel 500 településről, akit a Hortobágyra telepítettek ki. Nem volt ennek különösebb oka, csak a falut meg akarták félemlíteni, vagy valakinek túl sok vagyona volt, és ez nem tetszett az utcában lakóknak, hogy valaki egész egyszerűen valamilyen pártbizalmi embernek az útjában volt, és ezért az egész családjával együtt 1950-ben őket fölpakolták, elvitték a Hortobágyra, ott sokszor ilyen juhodályokban kellett lakniuk, és úgy kellett kényszermunkát végezniük, és 50-től 53-ig állt fönn ez a kényszermunkatábor, és ahogy mondtam, közel 10 000 ember fordult meg itt, és nyilván sokszor embertelen körülmények között, kegyetlenkedve bántak velük, rendőrhatósági őrizet alatt is és voltak, és nyilván amikor visszatértek, akkor a korábbi vagyonukat nem találtak helyén, vagy már mások laktak azokban a lakásokban, amelyekben korábban ők laktak. Mindösszesen egy darab vonatsímből készített kereszt, ami ennek a 10 000 embernek, ennek a szenvedésnek ott emléket állít, ezért döntött úgy a kormány, hogy egy 30 éves adósságot elkezd törleszteni azon 10 000 család irányába, akik emlékeznek azokra a hozzátartozóikra, akiket oda elhurcoltak, és bízunk benne, hogy ennek az előkészítési munkája most megkezdődik, a kormány ezt a közel 500 millió forintos támogatást megadta, nyilván utána kezdődik majd a beruházás, és reméljük, hogy pár éven belül valóban egy olyan történeti emlékhely, látogatóközpont, múzeum jön létre, amely be tudja mutatni a kitelepítéseket, mint hogy fontos, hogy a terrorházában is nagyon sokféle módját az Andrássy út 60-ban végzett kegyetlenkedéseknek is, vagy más kommunista diktatúra által elkövetett kegyetlenkedéseknek meg lehet ismerni, de létrejött ugye a múlt évben a Málenki Robot emlékhely, a Málenki Robot múzeummal a Ferencvárosban, tehát szeretnénk minden módját megmutatni, és hogy ön is mondta, mi igazából azt várnánk a nyugat-európai politikusoktól, hogy nem Marx szoborokat avatnak, hanem tisztelettel adóznak ezen emberek szenvedése iránt is. Csak mivel ők Kelet-Európában szenvedtek, úgy látjuk, hogy igazából hajlamosak őket elfelejteni. Úgy gondoljuk, hogyha európai értékközösségről beszélünk, ennek az értékközösségnek azért mégiscsak alapja, hogy itt van 11 néhány közép-európai ország, aki kommunista diktatúra alatt nyögött 40 éven keresztül, és éppen ezért az antikommunizmus az közös európai érték. Ekkor válunk közösségé, hogyha a mi szenvedésünk számukra is fontos, és ők is kegyelettel gondolnak a mi áldozatainkra. Ez valóban európai közösség lenne, a Marx szobrok avatása az ezzel nagyon szembe megy. Államtitkár úr, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.